Nyíregyházi kerékpáros egyesületekkel együtt vágták át ünnepélyesen a szalagot a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárút átadásán. Az útszakasz a Modern Városok program első jelentős fejlesztése volt, még 2014-ben született döntés a beruházásról, emlékeztetett az átadó ünnepségen a megyeszékhely polgármestere Kovács Ferenc, aki elmondta, a térség turisztikai vonzerejét is növeli a beruházás. 2017. februárjában aláírták a megvalósításra vonatkozó 5 kivitelezési szerződést a Kevész 21 ZRT és a Depóna Plusz Kft-vel, amelynek összértéke nettó 2,6 milliárd forint volt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházásában összesen 21,5 km kerékpárút épült meg. Az utolsó szakaszt készítettük több szakaszba, hiszen a települések környékén már több szakaszban elkészült a kerékpárút. Mi ezeket kötöttük össze, illetve azokat a még hiányzó belterületi szakaszokat építettük meg összesen 8 km hosszúságba, amelyek még hiányoztak. Mostantól egybefüggően lehet a Tokaji hídtól Nyíregyházáig kerékpározni, és ahogy mondtam, 8 km új kerékpárutat építettünk, 4 hidat újítottunk fel teljes körűen, és 3 vasúti szintbeli átjárót készítettünk, de biztonságos jelfény és sorompóval ellátott átjárót készítettünk. A kormány elkötelezett az aktív szabadidős életforma mellett, erről Révész Máriusz, kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos szólt. Az elmúlt években sorra újultak meg az országban a turistaházak, kilátók, lovasturista útvonalakat hoztak létre, és dinamikusan épültek ki a kerékpárutak is, mondta a kormánybiztos. A következő években tovább folytatódnak a kerékpárút építések több száz kilométer hosszan, mondta el. 27 nagy turisztikai szempontból is fontos szakaszt fognak összehangolni a fejlesztések során. A Budapest-Balatoni a Duna mentén, valamint a Tisza mentén egészen Tiszabecsig tervezik összekötni és kiépíteni a kerékpáros útvonalakat. Szeretnénk, hogyha az infrastruktúra mellett a szoftver, a lelke is meg lenne a dolognak, és ezért vándortáborok szervezését is próbáljuk ösztönözni, és tárgyalásban vagyunk azzal kapcsolatban, hogy jövőre egy kerékpáros vándortábor útvonalat itt Szabolcs-Szatmár megyében építenénk ki. Ebben az esetben a következő évben, következő nyáron várhatóan egy ilyen 40-50, jóval több mint 1000, 40-50 tábor és jóval több mint 1000 gyermek itt Szabolcs-Szatmár megye természeti szépségeit, kulturális örökségét fogja megismerni, és azt hiszem, hogy jó hírét fogják vinni a megyének szerte az országban. Mind a biztonságos közlekedés, mind pedig turisztikai szempontból a megyében egy Nyíregyháza-Tokaj-Tiszabecs-Nyírbátor-Mária-Pócs kerékpárútvonal. A teljes megye kerékpárútvonal hálózatát lefedné. Erről a nemzeti fejlesztési miniszter Sesták Miklós beszélt.